Nem vagyok, hogy megtudtok. Szájdótól. És hát egy meglehetősen más témával fogok pár szlájdot mutatni nektek. Mert hogy mi siket, mint ma jelbeszédet fordítunk le. És ez szerintem érdekes. Szóval, a mi rendszerünk alapvetően egy siket és egy hallónak a kommunikációját igyekszik elősegíteni. Arra kell, gyakorlatilag egy tolmásszerű dolgot kell elképzelni. Amikor a siket jelel, a kamerák nézik, és amit jelelt, azt lefordítja a halló számára. Persze a másik irány is majd érdekes lesz, de az a könnyebbik irány, a nehezebbikkel kezdtünk. Ami érdekes, és nem szokták tudni a jelbeszédekről úgy általában, hogy például sok van. Ez valami, ami nem annyira ismert. Tehát gyakorlatilag minden beszélt nyelvhez van egy jelnyelv, aminek ráadásul általában nincs is sok közel beszélt nyelvhez. Például a magyar jelnyelv és a magyar beszélt nyelv között körülbelül semmi közös nincs. Az amerikai jelnyelv irányába mozdultunk el, mert ahogy a világtérképen is látszik, annak egy picit nagyobb a használt területe. És egyébként az amerikai jelnyelv azért egy kicsit közelebb van az amerikai nyelvhez, mint a magyar jelnyelv és a magyar nyelv. Ami érdekes, hogy például a brit jelnyelvtől az amerikai jelnyelv különbözik, ami mondjuk meglepő, hogyha valaki nem találkozott vele, de mondjuk az amerikai jelnyelvet Észak-Amerikában viszont Kanadáig elég egységesen használják. A jelelés a jelelési térben történik, ami körülbelül az, ahol ameddig elér az ember keze természetesen, annál egy kicsit szűkebb, valamint nagyon fontos benne az arc kifejezés is, illetve egy csomó jel az arcra mutat, vagy az arcnak bizonyos területei környékén van jelentés, ez a lány, ez az apa. Igen, ott is mutatjuk. Tehát nagyon sok komponense van magának a jelölésnek. Legfontosabb természetesen a kézforma, de sokan azt gondolják, hogy ott meg is áll a jelnyelv, mint olyan, hogy a kéz ujjai azok merre állnak, és milyen mozdulatokat tesz a kezével. Ez nem igaz, tehát a testtartásnak, az arcmimikának, és főleg az archoz való helyzetnek, meg a testhez való helyzetnek is mind-mind jelnyelvi szerepe van. Valamint, ami fontos, szintén a beszélnyelvesekhez képest, hogy a jelnyelv az nem elnyelelt beszélt nyelv. Tehát a nyelvtana az teljesen különbözik a beszélt nyelvektől, például az igei szerkezetek általában a mondat végén vannak. Úgyhogy azon kívül, hogy a jelnyelvfordításnak arról kell szólni, hogy egyrészt felismerjük persze magukat, a mozdulatokat, az arckifejezéseket, tehát egy ilyen motion capture csinálunk, azon túl egy explicit nyelvi fordítást is még bele kell tenni a végére. Itt például mutatjuk, hogy azért egészen más a mondatszerkezet. Természetesen sokkal inkább a jelnyelv ilyen fogalmi jelekből dolgozik, de igen, tehát sokkal kevésbé ragozós azért is van, hogy a magyar nyelv az annyira eltér a magyar jelnyelvtől. Akkor egy picit, hogy belül mi történik. Először, ahogy mondtam, kamerák nézik a siketet, aki jelen. Most három webkamerával és egy Kinect 2-vel nézzük. Egyébként, tehát egy mélységkamerát is használunk, illetve a Kinect 2 az arcról is elég jó modellt ad, ami elég fontos nekünk. Nagyon gondolt a Microsoft-os Kinect. Igen, tehát az első lépés az egy motion capture, tehát föl kell ismernünk, hogy mit csinál az ember, merre mozgatja a kezét az arcához, meg amúgy is arcához képest. A második lépésként ebből mindenféle feature-öket nyerünk ki, ami persze nagyon misztikus. Itt történik ugye az a lépés is, amiben megpróbáljuk a mozdulatokat függetleníteni az embereknek a saját testarányaitól, tehát az számít, hogy előre mozdult, és ez nyilván egy vékony embernél, vagy egy testesebb embernél egészen máshova kerülnek a jelek. Ezt hívjuk szegmentációnak, és utána történik maga az egész felismerés, tehát ezeket a feature-öket illesztjük a szótárba, amiből a jeleket, a potenciális jelsorozatokat előállítjuk.
És ebből potenciális élsorozataink lesznek, amit viszont a nyelvi modul feldolgoz, és azokból megpróbálunk ténylegesen jelnyelvi értelemben nyelvtanilag helyes mondatokat kiírni, és azokat lefordítani angolra. Ami szintén érdekes, az az, hogy gyakorlatilag a fordítás része a legegyszerűbb az egésznek, mert hogyha már jelnyelvi mondatok mondat szinten elemezve vannak, akkor a fordítás az már viszonylag adja magát. Az összes többi előttel lévő rész az, ami nagyon nehézé teszi a dolgot. Például azért is, mert hát ezek csak ugye a nagyvonalú rétegek, amikre le kell bontani az egészet, de hát ezek külön-külön rétegenként is még ilyen összetett feladatok. Hát simán egy motion capture már magában is egy valami nagy feladat. Ami érdekes az, hogy természetesen minden rétegnek a hibái azok halmozódnak, és a végére kell mégis valami értelmes fordítást kiadni. Ezt meg természetesen úgy lehetséges. Egyrészt a nyelvi modul is tud nagyon sokat segíteni ezen, mert hogy el tudja dobálni azt, ami nem értelmes parszolás, meg nyilván a jelek szintjén is nagyon sok mindent vissza lehet következtetni. Tehát minden lépésben be is hozunk új dolgokat, meg el is dobálunk lehetséges fals eseteket. Igen. Egy-két érdekesség még a jelnyelvhez. A siketeknek mindenkinek van egy saját jele a nevére, mármint hogy van egy névjele, ami meglepő lehet. Ez például egy asztalosnak a névjele volt, egy ismerőse, és csodálkoztak, hogy miért ez a névjele, mert mutatta, de hát így mutatta. És aztán kiderült, hogy a bal kezén helyezett a gyűrűs új, de jobb kezes volt. Úgyhogy így mutatta a saját egyetlenét. Igen. Természetesen vannak még egyéb nehezítő körülmények is. Tehát vannak jobb és bal kezes jelelők, vannak kétkezes jelelők, vannak, akik váltogatnak mondat közben. De azért ez nyilván az extrém példa, tehát alapvetően a jeleléshez jobb és bal kezes jelelők vannak, és azon belül általában következetesen használják, és gyakorlatilag mindegyik jel tükörből van, amiről úgy tudom, hogy aszimmetrikus az nem túl meglepő módon a jobbnak és a balnak a jele, ami a mozdulat az mindig az adott irányban történik, értelemszerűen az nem tükröződik. Jó. És akkor van egy kis videó is arról, hogy működik a prototípusunk. Itt azt kell látni, ez még egy korábbi videó. Tehát fent, amikor csupa nagybetűs szavak jelennek meg, azok az aktuálisan illesztett legvalószínűbb jelek, és amikor leengedi a kezét, akkor kapja meg a nyelvi modul a fordítást, és akkor abból, amikor már ilyen kisbetűs mondatszerű, akkor az meg már a nyelvileg lefordított mondattá válik. Tehát nyugodtan lehet az, hogy menet közben még rossz szót illesztettünk, de természetesen ilyenkor nem egy-egy jelet őrzünk meg, hanem egy-egy ilyen valószínűségi elosztást őrzünk meg, hogy az adott jel az milyen szavak, milyen potenciális szavak szerepeltek ott, és utána a jelnyelvi fordító az, ami választ. Azt hiszem, hogy körülbelül ennyi fér. Megnézhetjük még egyszer. Ugye itt külön-külön a készformáknak a valószínűségi eloszlását láthatjuk, hogy az adott irányban mennyire valószínű, hogy az ja, készformák. Tehát azért, hogy egyszerűbb legyen, azért nem arról van szó, hogy akármilyen módon állhatnak az újak a jelnyelvben, de majdnem, tehát elég sokféle készforma van. Hát ha szűken veszik, akkor mondjuk 50-et legalább meg kell különböztetni, a vége az. Ha nagyon finomkodunk, akkor 100-150 darab a végén, de azért az alapvető készformákra kell gondolni, tehát 1, 2, 3, 4, 5, illetve hát a betűk szerint A, B, C, D, és így a többi. Igen. Tehát a készformákat ilyen diszkrét módon illesztjük. Ott egy kérdés. Mikor tud ez majd életszerűbb lenni? Picit, hogy az-e már?
Nagyon jó a kérdés. Jelenleg csak színes markereket használom, tehát egy szövetkesztyűt felvesz, amin csak színes pöttyök vannak, tehát nincs semmi kütyű meg mozgásérzékelő. Ez fontos volt. Mi nem akarjuk igazából a motion capture oldaláról megváltani a világot, tehát ahogy egyre nagyobb felbontásúak a 3D kamerák is, illetve hát azokban is egyre több ilyen szkeletonizációs funkció van, azzal nem akarok versenyezni, egy idő után a legjobbat akarjuk használni. Jelenleg még nem elérhető olyan konzumer jellegű dolog, ami már képes lenne az újak szintjén fölismeri a kézmozgást, és ezért szükségünk van a rásegítésre az optikai tuningra. Pontosan azért használunk oldalról is több webkamerát, mert az ember szemének a relatív felbontása az baromi nagy, tehát elég egy beszélő távolságából elég jól látja az ujjakat, és hogy pontosan merre állnak a kamerának. Ugye ott is jelent egy új vége, az azért 20-30 pixel a legjobb esetben. Tehát azt mondjuk, ha több kameráról nézzük, akkor fel tudjuk oldani az ilyen ellentmondásokat. Meg hát a jelölés, ahogy Minárd jelölésében is látszik, sokszor takarják egymást a kezek. Ilyen szempontból az nyilván az automatikus feldolgozást erősen nehezíti. Azért a jelnyelv arra van kitalálva, hogy a túloldal értse, amit jelennek. Tehát nem az a cél, hogy elrejtsék. Tehát a jeleknek, jeleken belül jellegzetesen a kézforma az állandó marad, vagy az egyik kézformából a másikba vált, olyan nincs, hogy takarásban változtat a kezén, és akkor jöjjön rá a kép, hogy mit jelent. Ennyire az. Tehát vannak értelemszerűen ilyen könnyítő dolgok. Köszönöm. Mindig érdekelt, hogy a jelnyelvnek a sávszélessége, úgymond, az hol van a beszélnyelvnek a sávszélessége Hát ezt marha nehéz megítélni, ez két beszélnyelv között is nagyon-nagyon nehéz megítélni. Alapvetően nem lassabb. Hát körülbelül ugyanott van, csak egészen más jellegű mind a térbelül, mind az időbeli megoszlása, meg az átadott információ is. Ami érdekes, hogy például jelnyelvben természetesen van két harmadik személy, egy balra harmadik személy, meg egy jobbra harmadik személy, meg én te, de az ő az lehet két oldalra is. Tehát ők például sokkal könnyebben helyeztek el több személyt a jelölési térben, és utána azt a beszélgetés közben hivatkozzák jobbra-balra, hogy akkor ő ott a neki, itt vannak a gyerekeim, az egyik, a kicsi az, nem tudom, azért 4 éves, a nagy az 10 éves, és akkor így tud rájuk hivatkozni a térben, és ettől sokkal több szereplőt tud egyszerre a jelölési térben tartani, amitől sokkal, bizonyos dolgok sokkal egyszerűbb és természetesebbé válnak jelnyelven kifejezve. Amikor átfordítja az ember, tehát az olyan mondatok, amik mindkét nyelven, mármint hogy beszélten is, természetesen jönnek meg jelenten is, azokon lehet, hogy mivel ilyen erőltetett a megfogalmazás, tehát amikor átfordítja az ember, akkor úgy tűnhet, hogy a jelölés az sokkal körülményesebben fejezze ki magát, de ez igazából azért van, mert olyan dolgot akarunk lefordítani, ami beszélmódon természetes. De hogyha egy simán lehet ott elem példát is hozni, tehát hogy jelölésben marom egy egyszerű dolgot, amit utána szavakkal viszont mondatokon keresztül taglalsz, mert egyszerre tudta megfogalmazni a hangulatot, a dinamikáját az érzelmeknek, az arckifejezéssel, a testtartással, a tempóval, és még azt, hogy sok ember volt, de ő nem. Tehát, hogy még minden ilyen, de ő nem, akkor arra egy egyszerű gesztust tud csinálni körülbelül egy fél másodperc alatt. Amíg a beszélnyelvben az ki kell hivatkoznod, hogy igen, a te meg a Feri meg én ezt csináltuk, de ő meg nem. Úgyhogy szerintem nem eldönthető. Van egy olyan videó, amit érdemes megnézni ezek között esetleg, mert hogy hol tartotok most? Nem volt az egyiket, hogy valami. Kifejezem el. Tudom, de az egyik probléma szerintem volt az olyan. Simán lehet, most itt nem tudom, hogy Zsolt küldte. A bal főső az egyik promo videónk, meg ez is a miénk. Úgyhogy bármelyik érdekes lehet, az még az állványt mutatja nagyban. Igen. És mi arról mesélne, hogy hány százaléknál tartod ötöm egy kicsi újjegyezést? Hú, ez így nagyon szép. Mi lesz az első use case, ezt tudjátok, azt nem mondom, nem visszad a senki állandat kamerát. Pont, igen. Az első use case, amire lövünk, az egyébként ügyfélszolgálatoknak a helyszíne, ahol ez természetes, hogy a lapul van mondjuk egy olyan box, amiben valami normális háttér előtt beülünk. Egyébként a háttér annyira nem számít, a megvilágításra sokkal többet számít. Tehát az első
első use case az kifejezetten valamilyen ügyfélszolgálat, valószínűleg banki jellegű lesz, ahol a topik is viszonylag kötött, de elég érdekes, hogy, bárki bemehessen az utcáról, és, tudjon feltenni kérdéseket járnyában. Igen? Milyen összetételű, mekkora csapattal dolgoztok ezen, vagy ez a fejlesztéshez milyen tudásokat kellett ötvözni? Hát most jelenleg már majdnem 20-an dolgozunk rajta, és ez egy sok évre visszamenő projekt, ez különféle módokon volt kisebb projekt, és aztán most márciusban kaptunk egy nagyobb tőkebefektetést, és most abból dolgozunk. Rajta. A százalékokat természetesen mindig nehéz mondani, de hát azért már van egy olyan prototípusunk, amin már ténylegesen láttunk fordítást. Ez azért hát mondjuk 300 jelből dolgozik, és ezen próbálunk úgy elválni, hogy, normális beszélgetést is fel lehessen ismerni. De itt ugye nem is annyira a jeleknek a száma az, ami mérvadó, hanem az, hogy mennyire magas a felismerési ráta, illetve a lefordított mondat, amit viszont nyilván nagyban befolyásol az, hogy éppen most mennyire tudjuk leszűkíteni a szókincset mondjuk egy, banki környezetben. Jó, az véget ért az időm. Köszönöm szépen a figyelmet.